ifjúsági magyar bajnok és többszörös világbajnok tokai fiatal, aki 8 éves kora óta kenuzásnak szentelte szabad idejét. Soltész Péter elhivatott, kitartó és fegyelmezett, na meg persze tehetséges, aki jelenleg is a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokai Ferenc Technikum Szakgimnázium és Gimnázium sporttagozatos diákja. A tokai fiú tavaly nyerte meg a Romániában rendezett maratoni kajakkenu világbajnokságot az ifjúsági kenusok mezőnyében. A tokai vízisportklub színeiben versenyző bajnokkal a Nyugodt Bodrog vizei nevezve beszélgettünk még ősszel, hogy megnézzük, hogyan telnek a felkészülési időszakban mindennapjai. Itt vagyunk a csodálatos Bodrogon, ahol te edzeni szoktál. Hogyan kezdődött nálad a sport szeretete, mert nem hiszem, hogy valakit azonnal a vízre teremt az Isten. Az édesanyám hozott le a vízitelepre 8 éves koromban. Sok barátom ide járt, közösséget szerettem, és a természet is megragadott, szóval itt maradtam. Én is, mint sok kajakos kenus, futballal kezdtem. Utána jöttem át kajakkenuzni, és más nem is nagyon volt igazából. Ez megfogott, és nem akartam menni máshova már utána. A közösség mellett igazából nagyon nagy szerepe van abban az edzőmnek, hogy megszerettette velem ezt a sportágat, és igazából már úgy vagyok vele, hogy egy hét kihagyás után is nagyon tud hiányozni. Nagyon szeretem a versenyeket, de ugye bár az edzés nélkül nem valósul meg, hogyha valaki jó eredményt akar elérni. Úgyhogy is mind a kettőt nagyon szeretem, az edzéseket is, a versenyeket is. Van a síkvíz és a maratoni táv. Én most maratoni távon lettem világbajnok. Nagyon szeretem a síkvizet is, az a cél igazából, hogy síkvizen 1000 méteren és 500 párosban, ugyebár ezek az olimpiai számok, minél jobb eredményt elérni. Mind a kettőt szeretem, nem nagyon tudnék egy különbséget tenni. A maraton az jobban megy egyenlőre, de mindenféleképpen a síkvíz a cél, és ott szeretnék minél jobb eredményeket elérni. Az első nemzetközi versenyem volt, ami úgy nagyon nagy lökést adott, ez az ORV volt Csehországban, Rasicében. Ott párosban indultam 500 méteren és 1000 méteren két különböző párral. Egy második és egy harmadik helyet sikerült elérnünk. Az volt az a verseny, amikor úgy eldöntöttem, hogy jó, én ebbe szeretnék minél jobb eredményeket elérni. Igyekszünk minél hamarabb lejönni vízre. Talán ez ilyen március körül szokott elkezdődni. Nagyrészt általában a Bodrogon, mert ugyebár az nyugodtabb, nincs annyi motoros, de hát van, hogy a Tiszára is lemegyünk. És hát ilyen október végéig, ameddig jó idő van, addig szoktuk kihúzni a szezont, az evezést, és utána jönnek a téli erősítő, úszó, futóedzések, kondik, így áll össze egy év, egy szezon. A Bodrog partján található a Simon Lászlóról elnevezett vízicentrum és túraközpont, ahol Peti edzéseit felügyeli és igazgatja Kretz Tamás, a tokai vízitelep klubelnöke és vezetőedzője, aki rendíthetetlenül keresi és időt nem sajnálva foglalkozik a feltörekvő tehetségekkel a kajakkenu sportágban. Befejeztem a sportpályafutásomat, az edzőt katonaság alatt végeztem. Utána, hogy az élet az terelt ide-oda, akkor közvetlenül nem tudtam folytatni az edzői munkát. Eredetileg miskolci születésű vagyok, ott sportoltam, kenusztam, és 15 éve vagyok itt Tokajban edző. Volt egy öreg kollégám, ő alapította a klubot, sőt Simon László, ő is miskolci születésű, ő csinálta 30 évig, utána együtt csináltuk évekig, és 2017-ben sajnos elhunyt, azóta egyedül csinálom. Ezt a szép vízitelepet, ahol indultunk, ezt is őróla nevezték el, Simon László vízicentrum és túraközpont. Egy gyereket lehoznak a vízitelepre, azt nem lehet megmondani, hogy tehetség vagy nem tehetség. Az a baj inkább, hogy most már nem nagyon hozzák le, tehát annyira elviszi a számítógép, és minden percben a gyereknek más impulzus kell, ezért nagyon nehéz rávenni egy olyan idézőjelben monoton sportág azért ez, hiába vízen vagyunk, és sokrétű, mert úszunk, biciklizünk, futunk, tornatermi edzésekre járunk. Tehát egyre kevesebb gyerek akar versenysportolni, inkább a tömegsport és a jól érzésig, jól eső sportolásig mennek a dolgok. Más kollégáim is mondják, és más sportágban is így van ez. Tokaj kevés lakosú, nagyon nehéz sportolni vágyó gyereket keríteni, ezért vagyunk egy picit hátrányosabb helyzetben a nagyvárosokkal. De amelyik gyerek letéved, Tokajban mindenki tudja, hogy van kajakkenu, ugye?
el szoktunk menni iskolába, úgymond toborozni. Általában egy 20 fős csapatunk mindig van, voltunk, hogy 43-an voltunk valamelyik évben, volt olyan, hogy ketten, de működik, és 30-valahány éve fent van a sportklub, és reméljük, hogy fent is lesz. Amikor jönnek az eredmények, mint mondjuk a Peti esetében, akkor egy kicsit kedveltebbé válik a sportág helyi szinten? Igen, igen, azért felnéznek rá iskolába is, általános iskolába. Ugye van nálunk általános iskola, gimnázium és technikum szakgimnázium, tehát tulajdonképpen van bőven gyerek, de azért ezt általános iskolás korba kell elkezdeni, általános iskola egy van. Tulajdonképpen tavaly Tokajban született 17 gyerek, ha az mind kajakozna és kenuzna, az is kevés lenne. Tehát szeretnénk, ha minél több gyerek jelentkezne és kedvelni. Hát tudják, vízen vagyunk, mindenki ismeri a vizet, Bodrog-Tisza találkozása, a legjobb helyi kajakozás és kenulás számára. Az edzőnek is nagy szerepe van megfogni tulajdonképpen a gyereket, mert először mindegy, hogy tehetséges vagy nem tehetséges, egyelőre maradjon itt, egyelőre bírja a monotóniát, bírja a kilométereket, sokszor a hosszú kilométereket, aztán játékos délutánokat szervezni nekik, ha feljövünk a vízről, akkor ne csak a monoton hajtás legyen mindig, tulajdonképpen játszóhajtások legyenek. Először az első években tulajdonképpen inkább erre van a hangsúly fektetve, és evezünk, és utána egyre többet evezünk, és aki vérszemet kap, akkor ezt tovább folytatja, és megszereti a versenyeket, utána jönnek a versenyek, jönnek az érmecskék, és utána egyre többet akar. A magyar kajakkenu sport nagyon erős világszínvonalon, mondhatom a legerősebb. Általában a német és a magyar, ez a kettő vetélkedik egymással a világversenyeken. Aki Magyarországról kikerül, válogatottba kerül, az már nagyon ritka, amikor érem nélkül jön haza a világversenyről. Én nekem a meglátásom az, hogy nem szabad korán ugye túlhajszolni a gyereket, de ezt mondják is sok konferencián megfelelő helyeken, aztán ez mindig nem így sikerül az embereknek, tehát túl türelmetlenek és túl hamar várják az eredményt. Én úgy érzem, hogy Peti szépen lépegetett előre, és tehát alkalmas lesz arra, hogy lássuk még világversenyeken, és hogy bekerüljön a mindenkori válogatottba. Ugye most a korosztályos válogatottba, később a magyar válogatott, a felnőtt válogatottba gondolok. Nem hosszú maratonista mániások vagyunk, de én szerintem ezek juttathatják el oda a versenyzőt, hogy előbb-utóbb beérjen tulajdonképpen a király kategóriába, az 1000 méterre. Kajakkenu sportágunkban az 1000 méter a király kategória, az olimpiai sportágak, azt figyeli mindenki, azt adja a tévé, tehát arra is szeretnénk előbb-utóbb odaérni. A világbajnokság válogató versenyét még szeptemberben rendezték meg Tokajban, ahol egyesben győzött, párosban pedig ezüstös dzsebelt be Soltész Peti Szegi Zsomborral, ám így is kijutottak a VB-re. Végül az évad utolsó megmérettetésén a Portugáliában rendezett maratoni kajakkenu világbajnokság 19 kilométeres távját a Soltész Péter Szegi Zsombor páros nyerte, így hozhatta haza újra az aranyérmet a tokai ifista. Már az is egy óriási megtiszteltetés, hogyha valaki egy olimpián részt vesz, még hogyha érmet is tud hozni az országnak. Nagyon örülnék, hogyha egyszer nekem is lenne lehetőségem elindulni egy olimpián.